Bekészítve a lapátok gyerebjék a földkupacok közepén, aztán mehet is a munka. Korábban tervezték elültetni ezeket a hársfákat, de a járványhelyzet miatt, ahogy sok másra, erre sem kerülhetett sor az elmúlt hónapokban. Végül szerdán helyezték földbe a 10 csemetét az önkormányzata Nyírvévé munkatársai, valamint a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjai, a nyíregyházi Korányi Frigyes utca és a Ferenc körút találkozásánál. Utóbbiak ajánlották fel azt az összeget, amelyből a faültetés megvalósulhatott, ráadásul már nem is első alkalommal. A legutóbbi 2 évvel ezelőtti találkozásunkon egy buszos kiránduláson vetette fel polgármester úr, hogy esetleg nem lenne kedve az egyesület tagjainak az ő kezdeményezéshez csatlakozni, és akkor itt jött az ötlet, ott egyből már a buszon a tagok kezdeményezték azt, javasolták azt, hogy igenis ők beszállnának ebbe, és ennek lett egy szép folytatása. 2 tagunk már akkor több millió forinttal járult hozzá a faültetéshez, most pedig a tagjaink, a több mint 8 tag, pedig 2.400.000 forintot ajánlott fel a faültetésre. Utóbbi ősszel folytatódhat, amikor is a tervek szerint újabb nagyjából 100 csemete kerülhet a földbe Nyíregyháza több pontján. A Szabolcsi megyeszékhely önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a zöldítésre. A 2011 óta futó nagyszabású faültetési akcióhoz csatlakozott a mostani kezdeményezés is. Én nagyon örülök annak, hogy ez nem csak az önkormányzat belügye, hanem nagyon sok cég, vállalkozás, intézmény és magánszemély is csatlakozott ehhez. Tehát ez Nyíregyháza közös ügyévé vált, és ezt szeretnénk folytatni a jövőben is. Most például elkészült legutóbb a Kiserdőnél egy nagyon szép pihenő és játszópark, nem sokára a járvány miatt azt is csak későbbi időpontban, de át tudjuk adni. És én azt gondolom, hogy ez ugye Nyíregyháza védjegyévé vált, és a nyíregyháziakról szól. Közben az Agrárminisztérium településfásítási programot hirdetett 500 millió forintos keretösszeggel. A 10.000 fő alatti lakosú települések június 15-től július 31-ig jelentkezhetnek, és 12.000 egyenként minimum 10, maximum 30 sorfát igényelhetnek ingyenesen. A tárcavezető szerint a fásítással, de akár már egyetlen fa elültetésével is hozzájárulhatnak a pályázó önkormányzatok, a helyi állami önkormányzat és egyházi intézmények, valamint a civil szervezetek az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. Nagy István miniszter hozzátette, a zöld területek növelése mellett az is fontos, hogy a fák elültetése és gondozása erősítse a helyi közösségeket. További részletek az országfásítás.hu oldalon olvashatók.